szerkesztő, a képviselőtestület tagjai, hivatal dolgozóit, meghívott vendégeinket és a televízió nézőket. A jelenlegi alapján megalapítója 11 képviselőnek legyen 8 szó, támogatását bejelentette Kovács Sándor, Kovács Mikelkes Katalin és Dr. Kapusi Lajos képviselőtársaink, az ülés határozat képviselő. Ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltak, az megfelelően tárgyalja a napi rendet. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. Igen. Köszönöm szépen, Balázs Valentinnek napi rendi ponti javaslata. Ha nincs, akkor a teljes napi rendet teszem felszavazásra, aki támogatja, jelezze. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Napirend előtti kérdések feltevésére, feltételére van lehetőség. Jelentkezést nem látok, akkor javaslom, hogy kérjük a napirendek megtárgyalására. Két napirendi pontunk van ezen a soron kívüli testületi ülésen, mind a kettő pályázattal kapcsolatos, és a határidő miatt szükséges soron kívül megbeszélni, megtárgyalni, illetve döntést hoznunk ezekről az előterjesztésekről. Az első előterjesztésünk a Karszak Károlyi 5 szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítésére kiírt pályázat eredményének megalapításáról. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, javaslom, hogy egy mondatrészt töröljünk ebből a szövegből, mert ez nem feli a valóságot. Egy, kettő, harmadik bekezdésben van egy ilyen szövegrész, hogy időközben kiderült, hogy az önkormányzat az iskolát kiüríteni és az osztályokat áthelyezni nem tudja ebben az évben. Ezt kérem, hogy törlése kerüljön ebből az előterjesztésből, mert ez nem igaz. Tessenek egyszerűen kihúzni, ezt javaslom ebből a szövegből, mert gond nélkül meg tudnánk oldani, hogyha arra kerülne a sor ezt a kérdést. Az alapkérdés az, az előterjesztésnek a lényege, hogy egy korábbi testületülésen döntöttünk már arról, hogy pályázat útján értékesítjük a kb. 5 szám alatti ingatlant, ez a Kovács Mihály Általános Iskolának az alsó tagozatát fogadja be jelen pillanatban. A tegnapi napon a pályázat határidőben járt, egy pályázat érkezett a református egyházközség, Karszak református egyházközség részéről. Nyilvánvalóan itt sokféle tárgyalást kell folytatni, hiszen ebben az intézményben 7 osztály található, ezeknek az elhelyezéséről mindenképpen gondoskodnunk kellett volna, ha nem úgy sikerül a tárgyalás a református egyházzal, hogy sikerült. Tudnélik a legutolsó megbeszélésünkön megegyezés született arra, hogy a következő tanévet, tehát szeptembertől a 2012-2013-as tanévben a osztályok maradhatnak abban az épületben, ott folytatódik a tanítás számukra. Ennek megfelelően csak a fizetési határidő változott. Tudnélik, hogy ha ki elhagytuk volna az ingatlant, akkor azonnali fizetésre került volna a sor, így pedig a fizetési határidő 2012, tehát ez év december 31-ig fog megtörténni, és a bérköltbeadás véghatáridője pedig 2013. június 30, ahogy a tanévnek vége lesz a következő esztendőben. Vitára bocsájtom a napi rendet, van a kérdés hozzászólás. Karszak Gyulai Zoltán képviselőtársamnak adom a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők. A testületi ülés előtti pénzügyi fejlesztés és mezőgazdasági bizottsági ülésen ezt az előterjesztést. Igaz, hogy még akkor nem volt ez az egy mondat kihúzva, amit polgármester úr említett, de alapjában véve mind átbeszéltük, a bizottság támogatta, és a testületnek elfogadásra javasolni. Köszönöm szépen. Szépen van a további kérdés, hozzám szóval is érdei. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért
történik ennek az ingatlannak az eladása, hát az egyik indok az, hogy vételi ajánlat érkezett. Kettő, nagyon-nagyon sok olyan intézményünk áll üresen, ahol simán lehet oktatási tevékenységet folytatni, és azt is tudjuk jól, hogy a gyermekek száma egyre kevesebb, sajnos, és az elkövetkezendő 10-15 évben sem lehet arra számítani, hogy az iskoláskorúak száma normálásszerűen megemelkedik. Itt az volt a kérdés, hogy akkor hogyan oldjuk meg ezt a dolgot. Az előzetes egyeztetések alapján a DTT-n is még erről volt szó, hogy a Dózsa 4 alá az Úrika, volt Úrika színóba helyezzük el azokat az osztályokat, amit egyébként nem tudnánk elhelyezni a KV 9 szám alatt, hiszen ott is éves alá jelenleg két tanterem, de így ezzel a megoldással nem kell roham tempóban nekilátni a Dózsa 4 felújításának, átalakításának, olyan szinten hozásának, ami alkalmassá teszi az oktatás és oktatási munka végzésére. Tulajdonképpen egy tanulói haladékot kaptunk, és addig még nagyon sok minden történhet, tehát nyugodalmas időszakban átgondolva, újabb lehetőségeket esetleg figyelembe véve, pályázati lehetőségeket megragadva tudjuk megoldani a későbbiek folyamán az osztályok elhelyezését, de azon túl, hogy a KV 9 szám alatt van két üresen álló osztálytermet, még jó néhány üresen álló osztálytermet tudnék mutatni itt a város, a belvárosban, mondjuk az alapítványi iskola részt, stb. Tehát sajnos az a helyzet, hogy valóban a oktatási intézményei nagyságához képest a gyerekek száma nagyon-nagyon csekély. És erre és ennek csökkenésére lehet számítani a továbbiakban is. Az összeg ismert, a vételár 59 millió forint, és ahogy mondtam, ezért december 31-ig fogja kifizetni a Karcogi Református Egyházközség ezt az összeget. Még egyszer kérdezem, van-e valakinek véleménye, kérdése? Ha nincs, aki támogatja az előkérdezést, kérem név szerint nyilvánítson véleményt az összehatárra való tekintetre. Olvasom a neveket, kérem egyértelműen hangosan a választ. Molnár Pál. Igen. Kovács Sándor nincs jelen, Kovács Népelekeskatőn nincs jelen, Gyurcsek János. Igen. Én igennel szavazok. Karcagyon Zoltán. Igen. Csányi Sándor. Pánti Ildikó. Igen. Andrássy András. Igen. Dr. Lukács László György. Igen. Dr. Kapusi Lajos nincs jelen. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, hasonló az elsőhöz, előterjesztés a Karcagy lakterában lévő 5376.30 helyrendi számú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére kiírt pályázat eredménynek megállapításáról. Ahogy említettem, előzőhöz hasonlóan itt is a tegnapi napon járta a pályázat benyújtásának a határideje. Egy pályázat érkezett a jelenlegi bérő jelentett be vételi szándékot a Kunspec Szállítmányozó Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Az ingatlan eladási ára 66 millió forint. Vitára bocsátom a napi rendi pontot, van egy kérdés, hozzászólás. Egy régi vételi szándék valósul meg ezzel, tulajdonképpen aki bérelt eddig ügyöntött, hogy saját tulajdonába szeretné látni, és ez jellemző volt általában a lakanyában található ingatlanokra. Először bérelték, és utána pedig, amikor látszott, hogy jó, köszönöm szépen, hogy bizottság támogatta, tehát jól működik az üzlet vagy a gazdasági társaság, akkor pedig bejelentették a vételi számlájukat. Jelen esetben is ez történik. Ha nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, ismét az összehatárra való tekintettel név szerinti szavazást kérnék szépen. Molnár Pál. Igen.
Kovács Sándor nincs jelen, Kovács Nőkerekes Katalin nincs jelen, Gyurcsek János. Igen. Én Vigemmel szavazok, Karcsony Urán Zoltán. Igen. Csányi Sándor. Pánti Ildikó. Igen. Andrási András. Igen. Dr. Lukács László György. Igen. Dr. Kapocsi Lajos nincs jelen. Köszönöm szépen. Egyfajta támogatta a képviselő testület a második megjelenő pontunkat is. Tisztelt képviselő testület, a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2012. június 28-án csütörtökön 15 órai közvetlen ülésezik a képviselőtestület. Van egy valakinek napirendi ponti javaslata? Jelentkezést nem látok. Köszönöm a testület tagjainak a megértését, hogy soron kívül kellett dönteni ezekben a kérdésekben, de nagyon fontos és nyomós előterjesztések voltak. Ráadásul még egyszer mondom, a határidő kötött bennünket. Köszönöm a megjelenését a testületnek, a hivatal munkáját, további szép napot kívánok mindenkinek, a ülésre zárom.